A kurdi önkéntes tűzoltóknak újra bizonyítaniuk kellett alkalmasságukat, képzettségüket, hogy továbbra is önként beavatkozó egyesületként járhassanak el káreseteknél. Ennek a rendszerben tartó gyakorlatnak az a lényege, hogy amikor az egyesületünk 2012-ben elvállalta azt, hogy önkéntes, önálló, beavatkozó tűzoltó egyesületként vesz részt a tűzvédelemben, akkor tartottak egy úgymond rendszerbe állító gyakorlatot, és ezt minden évben meg kell ismételni, egy rendszerben tartó gyakorlat keretén belül teszünk arról tanúbizonyságot, hogy alkalmasok vagyunk a feladatok elvégzésére. Ezt a rendszerben tartó gyakorlatot a területileg illetékes hivatásos tűzoltó parancsnokság, jelen esetben kurd esetében Dombóvár, ők szervezik meg. Ez maga egy olyan szituációt kell elképzelni, ami a való életben bármikor bekövetkezhet. Itt a tűzoltási feladatok műszaki mentési feladatokkal is kombinálva vannak, minden esetben minden gyakorlat így kerül végrehajtásra, és ennek az ellenőrzését a Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szakemberei is elvégzik, és ha megfelelünk, akkor újból egy éven keresztül egy olyan lehetőség adódik, hogy továbbra is önálló beavatkozó tűzoltó egyesületként tudjunk működni a vállalt területünkön. Az egyesületnek a tagsága az valóban nagy, de maga az önkéntes beavatkozó tűzoltó egyesületnek az állománya, akik a feladatukban részt tudnak venni, az jelen pillanatban 21 fő vett részt idén a gyakorlaton. Ők úgy gondolják, hogy a szabad idejükből tudnak időt szakítani arra, hogyha riasztás érkezik, valahova menni kell, akkor folyamatosan rendelkezésre tudnak állni. Napi szinten ez 4 főt jelent, aki 4 fő van szolgálatban nap 24 órájában, egy gépjárművezető, egy tűzoltásvezető és 2 beosztott tűzoltó. Az egyesület tagsága meghaladja 60 főt, közülük sokan csak alkalmanként tudnak segíteni a beavatkozások alkalmával. Sokan vannak közülük, akik ugye az életkorukból fakadóan már nem vállalják ezeket a feladatokat. Sokan vannak közülünk, akik még fiatalok ahhoz, hogy ezt a feladatot vállalják. Alapvetően ahhoz, hogy valaki önálló beavatkozó egyesületben vonuló szolgálatot lásson el, szükség van egy 40 órás tanfolyamra, ez a minimum. Hogyha ez megvan, akkor utána a tanfolyam megszerzését követő évben lévő rendszerben tartó gyakorlaton részt kell vennie, és akkor utána ő is ugyanúgy vonulós tűzoltóként részt tud venni ezekben a feladatokban, és természetesen folyamatosan tovább kell képezni magunkat, a tudásunkat gyarapítani kell, a világ változik, változik vele minden más is, a technikai eszközök fejlődnek, gondolok itt az elektromos gépjárművekre, hibrid gépjárművekre, az épületeknek a zöme ugye most már szigetel, teljesen más beavatkozást igényelnek ezek a káresetek, mint a 10-15 évvel ezelőtti káresetek, ezért kell folyamatosan képezni magunkat, ami a megyei igazgatóság részéről természetesen biztosítva van. A Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, a szakmai előjáró szerv vizsgálta a felszerelések bevethetőségét és azok szakszerű használatára vonatkozó szabályok megtartását is. Azok az eszközeink, amik a személyes védelmünket, illetve a mentendő személyek védelmét szolgálják, védőruházat, mentőkötél, mászóövek, egyéb technikai eszközök, például a légzőkészülékeknek az összes alkatrésze, ez éves felülvizsgálaton kell, hogy átessen, ezt minden évben vizsgálni kell, hogy a működésük tökéletesen megfelele, hiszen nem csak a mi védelmünket szolgálják, hanem például egy lakástűznél az a úgymond légző állarc, amiben az esetleges bent lévő sérülteket ki tudjuk hozni, azoknak is ugyanolyan állapotban kell működnie és lennie, ahogy a saját légzésvédelmi eszközeink. A gyakorlat alkalmával egy képzeletbeli káresethez vonultak a kurdi önkéntesek. Feltételezések szerint egy szobában, ami raktárhelyiségként lett használva, 30 négyzetméter nagyjából a szobának az alapterülete, ott égett, mint kiderült, későbbiekben könyvek, bútorok, illetve asztalok, illetve egy darab eltűnt szemét kellett még megkeresni. Leginkább ez volt maga az egész gyakorlatnak a lényege, illetve több részre el kellett még bontani, több védősugár volt. Egy az ablakon hatolt be, egy ugye az ajtón hatolt be, és egyet pedig még a padlásra is felküldtünk, mert feltételezések szerint a hőtől padláson is
keletkezhetett tűz, de csak füst, illetve az sem volt. A gyakorlaton az adrenalin szint az egy folyamatosan egy szinten van, tehát nem úgy, mint egy éles riasztásnál, hogy egészen addig van az emberben egy nagyon nagy adrenalin löket, még ki nem ér a szerrel, ki nem száll, és akkor látja ott előtte, hogy oké, ez van, így kell megcsinálni. Amíg gyakorlaton sokkal többen vannak, sokkal jobban, azt mondom, hogy oda kell figyelni, mert nagyon-nagyon bele tudnak kötni az emberbe bármiféle hibát vét. Ugyanúgy riasztásnál is nagyon kell erre figyelni, hiszen ott ember életek múlhatnak egy rossz mozdulaton. A sikeres minősítő gyakorlatukat követően továbbra is önként beavatkozó tűzoltó egyesületként vonulhatnak majd káresetekhez a kurdi önkéntes tűzoltók.